Őseink hősies helytállására, a Doni katasztrófa 80. évfordulójára emlékeztek szombaton Zámojon. A Magyar Tartalékosok Szövetsége 2001 óta minden évben emlékmenettel tiszteleg az elesett és a háborúból hazatérő katonák előtt. Ehhez kapcsolódóan minden év januárjában, január 12-től február végéig emlékmenetekkel adózunk az elhunyt hősöknek, illetve azoknak, akik hazajöttek és teljesítették a kötelezettségüket. Ez most egy kerek évforduló, a 80., ezért is hívjuk így ezt a programsorozatot, mert ez egy programsorozat, hogy Matasz Don 80. Az első állomáson a fehérmenet század megalakulását követően koszorút és gyertyát helyeztek el a zámoi világháborús emlékműnél. Az innen induló emléktúrán minden generáció képviseltette magát, valamint érkeztek német, olasz és cseh katonák is. Úgy gondolom, hogy ezzel a közel 100 fővel megfelelő módon és méltó módon tudjuk képviselni azt a fajta büszkeséget, ami a magyar embereket eltölti, hogy az ősei, amikor kint voltak a fronton, teljesítették a kötelezettségüket, akár fegyveresen, akár fegyver nélkül munkaszolgálatosként tették ezt. Az indulást követően Csákberénybe, majd Csókakőre folytatta útját a menet. A 25 kilométeres túra utolsó állomása Mór volt, ahol szintén megemlékezéssel tisztelegtek a hősök előtt.